Kedves nézőink, köszönöm szépen a türelmüket, és köszönöm azt, hogyha velünk tartanak, és most itt a Buruc sportással beszéljük a tenyésztésről is. Hogyan, milyen formában tenyésztesz, hogy tudod fenntartani azt a vérvonalat, amit úgy ítélsz meg, hogy a legjobbakat, ki tudod a legjobbak versenygalambokat tenyészteni, másrészt milyen teljesítményt kell elérni azoknak a galamboknak, amit későbbi a folyamán tenyésztésbe fogsz bevonni, és tehát ezekről, hogyha lennék kedves tájékoztatni a kedves publikumot. Hát a mostani galambjaimnak a tenyésztése az 95-ben kezdődött. Korábban én nekem is volt sok helyről, sokféle galambom, többek között Németországból, Szlovákiából, stb. De itt nem is az a lényeg, hogy honnan van, hanem arra kell törekedni véleményem szerint, hogy az ember egy egységes állományt tudjon magának kialakítani, ahhoz pedig nem járható út az, hogyha én amára megfordulok, mindenhonnan galambot hozok, különböző vérvonalúakat, különböző mentalitásúakat. Ugye ez is a lényeges szempont. Én azt szoktam mondani, az én galambjaim, ezek vonaltenyésztve vannak, és ezek külsőleg is, meg hogy úgy mondjam, akaratilag nagyon hasonlítanak egymást. Egy babikusában is. Igen, na most arra szoktam mondani, hogy ezek viszonylag olyan élénkek, verekedősek, de mivel mind olyan, itt egyik se sértődik meg a másikra. De én idehozhatnám ezek közé... Mert akkor ez egy nagy vitalitású... Igen, a világ legjobb galambját idehozhatnám, és az esetleg egy nyugodtabb típus lenne, szeretne magába ott ellenni, és ezek nem hagynák, hát az a galamb az innen önként és dalol válmenekülne, mert az ezek között nem maradna meg. Hát hogy ne, ahol ütik, vágják az ember hát bele. Persze, de viszont itt mind ilyen, és azért magát, ezek jó. Nem sértődnek meg egymással, azért igen. Mert ütik velük egymást, és kinek árba is, nem csak a galambházba. Na most ugye, ha egy állomány egységes, többféle szempontból, akkor azt könnyebb egészségbe tartani, könnyebb velük bánni, meg tudom azt, hogy most megjött az első, hamarosan várhatom a többit is. Nincs olyan, hogy most itt megjött egy galambom, meg majd negyed óra múlva is jön egy, meg majd valamikor még egy, már ugye annyira különböznek egymástól. Ezt az egészet én úgy értem el, hogy úgynevezett vonaltenyésztést folytatok. Itt meg kell említenem két sporttársat, akinek ebbe borzasztó nagy szerepe volt. Az egyik a Csordás Karcsi pápáról, a másik pedig a Göröszdös Lajos Szlovákiából, Nagymegyerről. Történt ugyanis, hogy a Karcsi gyűrűztetett a Lajossal galambokat. Ez a Göröszdös Lajos, ugye? Igen. És ezek a galambok, ezek Hofkenzer Hermes, meg Hofkenzer Delbar keresztezések voltak. Na most a Karcsi nem tette ezeket a tenyésztésbe, hanem szigorúan elkezdte röptetni. És volt közöttük egy, az 1190-es, ami egy évesen úgy kezdte, hogy 10-10 helyezés, két évesen szintén, három évesen szintén. Az utrechti olimpiára azért nem jutott ki, mert szlovák gyűrűvel volt. És akkor ugye én erre fölfigyeltem, hogy ez a galamb, ez az akklimatizációval nem nagyon foglalkozik. És akkor mondtam én a Karcsinak, hogy nekem ebből a galambból adjon. Azt mondja nekem, hogy bármelyikből adok,
szívesen. Ugye abban az időben a Karcsinak nagyon jó állományja volt. És, de mondtam neki, mondja, én nekem az 1990-esből. És akkor a második év, az volt 95 őszén, ide jött a Karcsi a feleségével, Magdival, és hoznak nekem kettő darab, ilyen két-három napos fiatal galambot. Azt mondja, ez az 1190-esből van, mondom, jó van. És akkor nem volt nekem az évi gyűrűm már, de viszont az év tavaszán, 95 tavaszán nekem német galambászok hoztak galambokat, és azok között volt olyan, ami nekem nem passzolt a képbe, és azoknak a gyűrűjével gyűrűztem én föl végül is ezeket a galambokat. Ugye most sokan, akik látnak ilyen régebbi származási lapokat, azt gondolják, hogy az egy német galamb volt, a 314-es. Nem, azt a Csordás Karcsi tenyésztette, csak német gyűrűvel lett gyűrűzve. Tehát ennyi a lényege neki. Na most az a 314-es, az én nekem soha az életben nem volt kiengedve, az ott fölnevelték a tenyészducba, és az ott is maradt. Na most rájöttem arra, hogy ez a galamb viszont jól örökít. És akkor mondom, hát erre érdemes-e vonaltenyésztést csinálni. Na most a vonaltenyésztésnek egy nagyon lényeges eleme van, mégpedig az, hogyha én a hímnek a vonalát stabilan akarom tartani, akkor azt kell csinálnom, hogy azt a hímet én különböző tojókkal párba rakom, de arra kell figyelni, hogy a tojók egymással soha ne legyenek rokonok. Már hogyha én itt két-háromszor is olyan tojóval párosítom, amik egymással rokonok, akkor elvihetik a vonalat egy másik irányba. Na most ugye ez a sokféle féltestvér a hím után, ugye ezt a későbbiekben lehet féltestvérpárosítást, a későbbiekben unokatestvérpárosítást, de egy a lényeg, hogy utána már akár miket rakok párba, a hímnek az többször fog szerepelni abba a... De ez az a domináns a hím vonal. Hát igen, mondjuk ezt le lehet játszani tojóval is. Csak azt akkor nem vonaltenyésztésnek nevezik, hanem családtenyésztésnek. Család? Igen. Család. Azt ugyanúgy a tojóval is le lehet, de ott mondom, pont a fordítottja. Igen. Na most ugye a későbbiekben ez a sok féltestvér, unokatestvér, másod unokatestvér, ezek nagyon jó versenygalambok lehetnek, viszont ugye nem higul annyira föl a génállomány. Mert hogyha én most örökké csak kereszteznék, akkor egy idő után a jó gének is kisodródnak az állományból. Tehát itt az a lényeg a vonaltenyésztésnek, hogy itt valamennyire maradjon stabil az a vonal, mert mondom, ha fölhigul, akkor kezdődnek a bajok. Na most, ugye a rokontenyésztésben én nem szoktam belemenni olyan mértékig, hogy most apát a lányába, vagy anyát a fiába, vagy testvérbe, én ilyeneket nem szoktam. Itt a legközelebbi rokon párosítás a féltestvér. És gyakorlatilag ezek a versenyzésben? Hát nyilván, versenyzésben is, meg ugye a rokontenyésztés nem olyan közeli, a vitalitásából nem beszít. Na most az ilyen galambokat lehet viszonylag gyógyszermentesen röptetni. Már ha az se jó, hogyha a szanaszét keresztezünk valamit, meg az se, ha nagyon rokon tenyésztünk. Itt egy a lényeg, ha azt az arany középutat valahogyan tartsa meg az ember, azt akkor évekig el lehet egy-két galambnak a vérvonalával lenni. Na most folytatva ezt a dolgot, ugye ez a 314-es, az 95-ös születésű galamb volt. És majd 10 évre rá, 2005-ben én hoztam még egy féltestvért az 1190-esből, a Karcsitól. Tehát ugyanabból a családból? Ugyanaz az apja, csak igen. Más az anyja. Igen. Na most az a féltestvér még most is él, itt van 15 éves, még most is tenyészt, most is van neki fiatalja.
Már az ilyeneket szoktam hagyni, ilyen öregeket, addig, amíg hagyja, ha ősszel, akkor ősszel is meghagyom, már ha túl hosszú ideig leáll egy ilyen idősebb galamba a tenyésztéssel, meg a neveléssel, akkor könnyebben előfordul az, hogy következő évben már nem lesz fias. Meg spermakárosodás is bekövetkezhet. Igen. Na most a 3-14-esnek az utolsó gyereke az 16 éves korába költötte, az a lánya még most is él, az bán van a tenyészducba. A 3-14-est 2011 telén a mennyit kiirtotta nekem sajnos, de gyakorlatilag ára két hímre épül minden. Na most ez nem azt jelenti, hogy én soha nem hozok be idegen galambot, de hozok. Csak én azt is másképp csinálom, mint a legtöbben. Mert a legtöbben azt csinálják, hogy van egy jó galambom, hozok be egy idegent, mindjárt a jó galambommal összepárosítom, aztán várom a fejleményeket, hogy mi lesz. Már hogyha jobb lesz, mint ami volt, akkor hagyom, ha nem, akkor kidobom. Én nem úgy szoktam csinálni. Én hozok két idegent, és a két idegent teszem egymással párba, és azoknak a gyerekeit megröptetem, ami belefér, nem számít, ha esik, ha fúj, meg milyen a távolság, és ha az úgy jön, hogy nekem is tetszik. Vagy húz a szürke, vagy megszakad. Az úgy jön, hogy nekem is tetszik, akkor azt a galambot már bekeresztezem az én régi állományomba, de akkor az ma azt fogja jelenteni, hogy nem két idegent hoztam be a vonalba, hanem csak egyet, már a két idegent én egyben összehoztam. Igen, értem. És akkor nem két szálon fut az idegen vér, hanem csak egyen. Úgyhogy a tenyésztés szempontjából az is lényeges. Igen, és az egészség megőrzése? Hát az egészség megőrzést, ezt én elmondom szívesen, de ezt 10 emberből 8 úgy se hiszi el, hogy ez így van, pedig így van, hogy én nálam a gyógyszerezés az abból áll, hogy tavasszal 3 napig kapnak trihó ellen, akkor, mikor már tojással ülnek. 3 napig, mégpedig tabletta formában, már az a biztos. Már hogyha ivóvízbe adunk nekik szert, akkor van, amelyik inkább szombjazik, de nem iszik eleget belőle. Így meg ugye kimegyek reggel, ül még a tojó a tojással, lenyeletem vele, kimegyek 11 óra után, ül a hím, lenyeletem vele, még csak zavarni se kell őket. Na most ez megy 3 napig, innentől kezdve a gyógyszerezés letudva. Tehát 3 napon keresztül kezelett trihomón eszel. Igen, na most azt úgy szoktam belőni, úgy szoktam mondani, hogy a 6. és 12. nap közé kell beszorítani ezt a 3 napot. Igen, tehát akkor, amikor... Ugye megvárom azt, hogy mire minden tojó tojt. Igen. Olyan nincs, hogy mindenki, hogy egy nap alatt tojik az összes. Igen. Táljen el egy 6 nap. Igen. Letojta az utolsó, és ülnek a tojáson, akkor csinálom. Na most ezt lehet csinálni a 8-tól a 10. napig is, vagy a 9-től a 11-ig. Egy a lényeg, hogy a 12. napig fejeződjön be. Már ugyanis a 14. naptól kezdődik a begytáj képződés. Na most, hogy abban a begytájban ne kerüljön mindjárt a gyógyszer maradvány, hogy az egynapos kis galambot már a gyógyszerre letes a tojó vagy a hím, ezért kell ezt a 12. napig befejezni. Igen, mert a 17. napon már kikelnek a tojások. Hát így van. Ha jól tudom. Hát nyáron ugye jó időben van, amikor 17-ben van, amikor 18-ben, de a lényeg az, hogy mondom, hogy a 12. napig fejeződjön be az a trihókúra. Na most onnantól kezdve ezt az egészet lehet, ugye ennek az a lényege, hogy a galamba lévő trihó mennyiséget leszorítsuk egy olyan szintre, amivel együtt tud élni, annélkül, hogy a későbbiekben megbetegítse. Ugyanaz érvényes a kólibaktériumra, vagy bármilyen, vagy szalmonella baktériumra, minden vakcinázásnak, meg minden ilyen dolognak az a lényege.
Na most például azt tudjuk, hogy a trihó is, a kólibaktérium is, a szalmonella baktérium is, ezek jobban a lugas közegben tudnak garázdálkodni. Na most, hogyha én az ivóvízbe teszek savat, és leszorítom a pH-ját, mit tudom én, olyan 5-3-asig. Ugye a hátás az a semleges. És milyen savat? Én a sav keveréket használok, amiben hangyasav, propionsav, tájsav van, tehát többféle sav. Igen. Na most, ugye azt tudjuk, hogy a gram negatív baktériumok, azok a savas közegben képtelenek szaporodni. Tehát az fog történni, hogy legalábbis az ivóvízen keresztül a galambok nem tudják egymást megfertőzni se kólival, se szalmonellával, se trihóval. Már ugye ezek a gram-negatív baktériumok, na most ugye sokan kérdezték, hogy hát mit ő gram-negatív valami. Itt ugye sokan arra gondolnak, hogy a gram mint mérőegység vagy valami, hát nem, hanem ezt az egészet egy dán tudós, akinek az volt a neve, hogy gram, az találta ki, mégpedig olyan formán, és az ő nevéhez fűződik. Igen, az ő neve végett van az, hogy gram negatív, gram, na most azért lett az így, ez a gram nevezeti tudós bevitt egy, a szervezetbe egy, mondjuk azt, hogy egy kontrasztanyagot. Na most ugyanarra a kontrasztanyagra az egyik csoport baktérium rózsaszínre váltott, a másik csoport kékre. Na most, amelyik a kékek voltak, azok lettek a gram negatív baktériumok, amik a rózsaszínűek, azok meg a gram pozitívak. Na most ennek azért van lényege, mert kevés olyan antibiotikum létezik, amelyik egyszerre mind a kétféle baktériumot ugye írtaná. Azért itt különbséget tettek, hogy gram negatív, gram pozitív. Na most ugye ezzel a savanyítással már eleve sok mindent kint megelőzünk. A másik dolog meg az, hogy az immunrendszert folyamatosan olyan működőképes állapotba tartani, hogy az ezeknek útját tudja állni. Már az beszabályozza egy olyan szintre, hogy nem fogja megbetegíteni a galambot, holott tudom azt, hogy a galamban mindig van kólibaktérium, mindig van szalmonella, mindig van akármi, tehát csak az nem mindegy, hogy mennyi. Nincs is olyan állomány, ahol ez hát az utópia, hogy most kezelhet valaki trihó ellen 3 hétig egyfolytában, akkor is marad benne ez egy trihó. Még én úgy tudom, úgy hallottam, lehet, hogy nem jól, hogy abszolút steril állapotban nem is szabad hozni őket. Hát nem, hát most ezek ugye a szervezet együtt tud élni sok mindennel. Vannak hasznos, vannak káros baktériumok, de a káros is csak akkor betegít, ha már túlzásba kerül a helyzet, tehát túl sok van belőle. De most az immunrendszernek ez volna a lényege, hogy ez szabályozza őket, hogy ne tudjanak itt. Na most azért van ez az úgynevezett fiatal betegsége is. Ugye a fiatalok betegségét, ez egy komplex valami, ezt okozza ugye a kóli, a szalmonella, a trihó, a ilyen kókusz, olyan kókusz, itt minden összejön egybe. Na most ugye mivel a fiatal galambot elkezdjük mozgatni, ez a stresszes állapot. Na most mindaddig, ha azt akarom, hogy megmagyarázni elnézést. Hogyha én beteszem a galambomat ide a kosárba, és amíg az haza nem ér, addig végig stresszes állapotban fog lenni. Na most az immunrendszer ugyanazt a görbét leírja nekem, hazaért a galamb, megszűnik a stressz, de az immunrendszer is akkor áll takarékra. És akkor van az, hogy megjött a galamb a tréningről, 2 óra múlva meg már hánynak, meg mit csinálnak azért, mert ezek a kóli, meg az egyebek nem hogy 2 óra alatt, 10 perc alatt megtízszereződik a mennyiségük, amikor az immunrendszer takarékon van. Na most azért kell arra törekedni, hogy az ne következzen be, hogy az immunrendszer leálljon, mert akkor vannak a bajok. Na most erre lehet adni immunerősítőket,
Például nagyon jó ezek a ginzeng félék, a koreai ginzeng, meg kínai, meg mit tudom én, szibériai. De van ennél sokkal olcsóbb is, ami ugyanazt tudja, a bíbor kasvirág. Na most ez a bíbor kasvirág, ennek a hatóanyag az echinacea, ami egy borzasztó erős immunerősítő dolog. Na most ebből érdemes, mit tudom én, akár összeszállni nekik levelet, vagy teát főzni. Rászoknak arra, hogy megeszik az összeszállt levelet, és akkor az immunrendszer ugye talpon marad. A másik meg az, hogy amit a múltkori videóban ugye tárgyaltunk, hogy a cirkóvírus tud olyat, hogy leblokkolja az immunrendszert. Na most, ha az blokkolódik, akkor onnantól magyarul mondva szabad a pálya.